mai nap folyamán egy harcsasztéket fogunk készíteni grillzöldséggel, illetve sós fánkkal. Legfontosabb alapanyagaink a frissen fogott afrikai harcsafilé, illetve készítettem egy sós keltésztát. A keltésztához használtam fél kiló búzalisztet, 3 deka élesztőt, egy csipet sót, 2 tojássárgáját és 15 deka vajat. Ennek a tésztának egy 20 perc kelési időt adtunk szobahőmérsékleten. Első lépésként a keltésztánkat fogom kinyújtani, majd kiszaggatom. Nagyjából 1 centi vastagságúra nyújtjuk ki, majd egy kisebb méretű szaggatóval kis pogácsákat szaggatok belőle. A kiszaggatott tésztát forró olajban elkezdem kisütni. Ennek nem kell sok idő, egy pár perc sütési idő kell neki. Az olajra figyeljünk, hogy ne legyen túl forró, mert akkor megég a tésztánk. A sós fánk tésztát aranybarnára sütjük. A tésztánk el is készült, nagyon oda kell figyelni rá, hogy nehogy megégessük véletlenül is a tésztát a forró olajjal, úgyhogy figyelni kell a hőfokot. Egy papírtörőre kiszedem és hagyom lecsöpegni róla a zsiradékot. A fánk elkészítése után az alapanyagot, a halunkat kézhez veszem, illetve felszeletelem. Majd a halszeleteket besózom, amint megvan, a serpenyőbe folyékony vajat hevittek, majd elkezdem sütni rajta a harcsa szeleteket. Jó, a halnak nem kell sok sütési idő, egy pár perc kell mind a két oldalának. Van egy régi vasalónk, ezzel kicsit lehet vasalni a halszeleteket, minél hamarabb, gyorsabban átsül így. A halnak mind a két felét kicsit pirosra sütjük. Amikor megsült mind a két oldalra, leveszem róla a vasalót, majd egy viszkis chili szószos barbecue-t használok hozzá, amivel megvocsolom mind a két felét a harcsának. Mind a két felét meglocsoltam vele, kicsit átpörgetem még. És a harcsa szeletünk ezzel elkészült. Elkészítjük a grillzöldséget. Amihez használok sárgarépát, gombát, egy kis paprikát, padlizsánt, cukkinit. Arra figyeljünk, hogy nagyjából a nagysága egyforma legyen a zöldségeknek. Általában fél centi és egy centi közötti vastagságra szoktam vágni. Őket vöröshagymát is teszünk bele, illetve lilahagymát, és egy kis paradicsomot. Amikor ezekkel megvagyok, folyékony vajat hevittek, rátesszük a zöldségeket. Kicsit a zöldségeket közben sózom. A grillzöldségeket mindig magas hőfokon sütjük, illetve közben a serpenyőben mindig átforgatom, rázom őket, hogy ne égjenek meg. Amikor kapott minden grillzöldség egy kis aranybarna kérget, akkor egy kis grillzöldség fűszerkeverékkel megszórom, amiben van egy kis só, kakukkfű, rozmaring, oregano. Majd a fűszerkeverékkel összeforgatom még a grillzöldségeket, és elkészült a grillzöldségünk is. Már csak a tálalás maradt vissza, teszünk egy kis grillzöldséget. A grillzöldség mellé helyezem a sós fánkunkat, illetve a harcsa szeleteinket. Díszítésnek a halhoz citromcikket teszünk.
Elkészült az ételünk, téli nagyon kis hangulatos lett ez az étel, együtt nagyon jó kis kombó a grillzöldség, illetve a fánk, a harcsasztékkel. A fánktól nem kell megijedni, nagyon összepasszol ez az étel, úgyhogy jó étvágyat kívánunk a kedves nézőknek!